Sziasztok, ez itt a Bögre vasárnapi streamje. Nem mintha lenne ilyen, de most ez egy vasárnapi stream, és ez a Bögre csatorna, úgyhogy... most már van. Most, mint tudjátok, én nem tartozom a világ 10 legprofibb Star Wars Battlefront játékosa közé, de ott sikült egy damage-et bevinnem. És egy assist lett belőle. Cool. Hoppá, lecsúszott a jó ember, hát igen. Szomorú. Nincs meg. Shoot. Viszont ti meglehettek. Aha, in your face, motherfucker. Bocsi, oké, nem volt szándékos. Ne haragudj. Kérek egy ilyet, köszönöm. És... ügyesebb volt. Nyertünk, vesztettünk. Nyertünk! Hát, nagyon szívesen. Örülök, hogy segíthettem a győzelmet ebben a csatában. És itt is mondjuk a Kraten. És most futunk, de mint a hülye futunk. Mert úgy meghalunk, mint a húzat. Úgy, mint... vagyis... Rickard... hogy hívják? Brennek az öcsét. Ricardo, vagy hogy? Rikon. Na, nem úgy futunk, mint Rikon. Hajd már meg! Hát, öcsém! Jó, legalább sikerült. Hopp, tudom, hogy engem vettél célba. Nyugodjál meg. Yes. Jó van, egyenlő, jók vagyunk. Ez az! Jó, két kill! Na, nagyszerű. Ricardo, igen. Jó, F1-es sofőr. Igen, mert egyenesen megy, nem pedig cikázik, érted? És úgy gyorsabb. Gyakorlatilag itt van egy tökéletes... és... áj, te voltál az ügyesebb. Jó, nyertél. Szóval ez a pálya furán van balanszolva, mert nagyon ad a sok lehetőséget a... snipereknek az első felében. Szerintem aránytalanul sokat, viszont van egy természetes balansza, méghozzá az, hogy ezek a szarok, ezek felverik a port. És ezek a repülőizék. És így... ott van egy... tudtam, hogy el fog kapni. Hát itt ez a lényeg. Hogy állunk? Tökéletes! Ennél tökéletesen már csak a 10. hely lenne. Nem nagyon történnek dolgok. Lehet, hogy tovább kéne haladnom. Jó, próbáljuk meg. Csak nem itt kéne megállni. Legalább kicsit fedezékben. Főleg, hogy jönnek ezek a szarok is itt mögöttem. Nem mögöttem, mellettem. Oké. Jó, végül is valami ilyesmit akartam. Aha, ott van. Gyere csak ki. Na már! Hello! Én itt bocsánat, de itt éppen... Tudom, ha vár... igen, oké. Jó, bocsánat. Én nagyon sajnálom, hogy útban voltam. Igazán. Kérlek, bocsáss meg. Anyád. Ez az! Haha! Ezt neked My Gaming, láttátok? Ő akart leszedni, és én szedtem le őt. In your face! Tök hülyeség volt innen kijönnöm. Abszolút hülyeség volt kijönnöm. Hey, TIE Fighter! Jó, menjünk TIE Fighterre. Nem tudom, meddig tart még ez a... már nem sokáig tart ez a session. Azt hiszem, utána automatikusan leszpónol. Végül is siker. Huge success. És itt maradtam. A kréti pusztaságban. Ellenség nélkül. Ott van egy. De miért nem sebzed? Köcsög. Olyan hasznos például egy csomó funkció ebben a csatában is. Tehát mondjuk ez. Fú, de jó, hogy gyorsan tudok menni.
Teszem, hatalmas távok vannak. Pont az, hogy itt ilyen lassító kellett volna. Azt sem tudtam, mire irkáljuk ez. Jó van, oké. Ó, nézzétek már a császárnak milyen koszos lett a köpenykéje. Ó, szegény császár bácsi, hát önök nem fog örülni, hogyha meglátja magát a tükörben. Ja, hello, amúgy. Bocs, nem vettelek ott észre. Sorry. Mármint, hogy a találgatást lezárom, ugyanis már megszületett a helyes válasz. De nem mondom meg, melyik az. Kiderül pár óra múlva. Itt át tudok menni? A hátukban kapom magam. Nem mondom, hogy nem tudok átmenni. És miért is nem? De akkor miért így kellett ezt megépíteni? Az Isten verjen meg titeket is. Kész, kitalálta. Ott egy róka! Nézzétek, ott egy jégróki! Ott egy cuki. Áh! Mellé. Gyere. Ez az. Illetve, próbálj meg más irányból jönni, és akkor talán tudunk érvényesülni egy picit. Van egy ilyen, nem? Ezt benyomom. És elvileg, nem tudom, hogy mi lesz belőle, de hogy ez nekem elvileg jó. Oké, köszönöm. Ne. Ó, ott van Lando. És itt meg egy bomba, és mindig élünk. Yay for us, akkor ajándék. Ó, nem kellett senkinek. Úgy, azért nagyon durván zajlik a dolog. Vesztettünk. Próbáljuk ki ezt a szart. Ez szörnyű amúgy. Szörnyű ez a cucc. De legalább átjön az, hogy mennyire irányítatlan vacak. Ne. Oké. Oké, egyenlően jók vagyunk. Júj! Oké, ennyi volt. Eddig voltunk jók. Szóval ez egy irányítatlan vacak, de most tudjátok mit? Csak a poén kedvéért menjünk ezzel a szarral. Nek nincsen semmi oka. Átférünk? Nem fértünk át. Oké. Keressünk valakit, akit le lehet lőni. Ott van valaki. És meg is vagy! Nice. 3 kill, 1 assist. Hát, nézd. Van, aki már 22-nél jár. Hol vannak? Ott vannak. Ott van Kylo Ren! Láttátok? Kérünk autogramot! Tagadj már meg! Nézzétek egyszer egy klasszikus jelenetet a filmből. Pszt. Show! Haha! Ah, nem igaz, hogy nem szedtem le. Legalább az asszisztot megadta. Pont ide kellett rakni az arcomba. Mi? Kösz haver. Véletlenül se fognak minket célba venni. Na, előjöttek az AT-AT-k, az nem jó. Nem, AT-ST-k, az nem jó, azok nagyon erősek. Ott van valaki. Ez az! Az jó van, hogyha szarok vagytok, mert hogy mindennek tudtok örülni, minden kis killnek, meg assistnak, meg pontnak, amivel megszáll a játék. Ez az, meg vagy. Miért kill assist, te rohadt? Hát én öltem meg a saját kezemmel. This is a chance for what? Asshole. Hova lőttök? Nincs ott senki! El vagytok tévedve, srácok. Hú, ott viszont vannak elég sokan. Tunkolok is egy kicsit. Össze is jött 2 kill, ha jól számolom. Itt van Finn, nézzétek csak. Finn, mindenki kedvenc karaktere. Aki rosszabb, mint Jar Jar Binks, vagy most már izé rosszabb, mint Jar Jar Binks, Rose. Nem tudom, olyan nehéz követni, hogy kit utálunk éppen. Mármint így a Star Wars kanonban ki a gyűlölt ellenség éppen. Mindenki. Mindenki, aki új. Mindenki, aki régi. Nyertünk? Nem. Nem baj. Megpróbáltuk. És nem ez az, ami a végén is, végül is a végén számít. Na most láttatok a kréti csatát, kétszer is, mindkét szempontból, és láttatjátok, hogy semmi köze a filmhez.
De semmire semmi köze a filmhez. Még mindig több, mondjuk, mint az űrcsatának, a Dokári űrcsatának, mert annak aztán tényleg minusz köze van a filmhez.